Nem szavazta meg a 16. kerületi önkormányzat, hogy Bálint Gazda legyen a kerület díszpolgára. Egyik LMP-s képviselő hozta nyilvánosságra a történteket. Egy helyi fideszes képviselő azt írta neki, hogy SZDSZ-es és szocialista múlttal nem támogatja senki díszpolgári címét. Az emberek legyenek ilyenek, mint a Bálint Gazda. Milyenek? Hát ilyen jók. Szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné Bálint Györgyöt. Mindenki Bálint Gazdája kertészmérnök, 32 szakkönyvet írt, és több évtizeden keresztül a televízióban tanította a kertészkedés alapjait. Volt olyan is, aki konkrét tanácsot is fel tudott idézni tőle. Paprika palántát is már érdemes elültetni ilyen kis palántázó edényekben. Bálint Gazda sashalmi otthonában is szívesen segít bárkinek, aki rászorul. Beszólnak a kerítésen keresztül, és megkérdezik, hogy el lehet-e már ültetni a paradicsomot. Azzal kapcsolatban, hogy mire a legbüszkébb, az idén 100 esztendős szakember azt a történetet idézte fel híradónknak, amikor hajléktalan családoknak mutatta meg a növénytermesztés fortéjait. Oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy Gyuri bácsiat, maga azt mondta, hogy 10-szer annyi krumplink lesz, hogyha majd elvetjük ezt a burgonyagumot, és tényleg így lett. És én örültem neki. Ismertsége és elismertsége miatt javasolta a 16. kerületi testületi ülésen Mizsei László több társával együtt, hogy idén ő legyen a kerület díszpolgára. Alapjában véve két választás volt. Egyik, amit az ellenzék választott, hát nem tudom, hogy a többiek kire szavaztak, de úgy néz ki, hogy Gyuri bácsira, és a másik oldalon 11 képviselő, mint fideszes, ugyanarra a jelöltre szavazott. Az önkormányzati képviselőt felháborította az ügy, a közösségi oldalán meg is osztotta a történteket, amire váratlan választ kapott. Az egyik helyi fideszes képviselő azt írta, ősszel nyerjen az LMP-vel választás, és akkor majd az lesz a díszpolgár, akit csak szeretne. A következő kommentben pedig úgy fogalmazott, ha pitisség, ha nem, én sem SZDSZ-es, sem szocialista múlttal nem támogatok senkit díszpolgárnak. Majd hozzátette, az sem hatná meg, ha Bálint György 110 éves lenne. Vince Ágnest nem értük el, a kerület fideszes polgármestere viszont egy közleményt küldött. Kovács Péter a díj odaítélésének szempontrendszeréről nem közölt információt, de azt írta, a képviselőtestület olyan díszpolgárt választott, aki születésénél fogva hátrányból indult, de kemény és kitartó munkájának köszönhetően felküzdötte magát a szakma legjobbjai közé. Az ATV híradóját György Gabriella tudósította.